Anyway, if this happens, we're going to keep talking. Ott számomra óriási nagy meglepetés volt, láttam én egyházat, találkoztam olyan keresztényre, boldogok, akik mosolyognak, amik megosztják az életüket, és akkor erősödött meg bennem, hogy ezt keresem. A szemináriumban mindig azt mondták nekünk, hogy a felnőtteket kell evangelizálni. Felnőtteket keresztül majd ugye a családokat is közel felünk, de tudom. Úgyis és így kikerült az ember, és én is azt hiszem, hogy majd a kostromolni fognak az emberek, azt a beszél Jézusról, fiatalok kígyózni fognak ott, hogy én is akarok Jézusról hallani. Ez nem így működik. És akkor láttam, hogy milyen csodálatos módszer találtam én. Visszatérve a plébániára, gyorsan megalapítottam az első megfelelőt, aztán a másodban, harmadikban egy nagyon jó plébános volt, aki nem, hogy támogatott, hanem megparancsolt a szépen, hogy ezen az úton menjen. És amikor már így egészen jól éreztem magamat, sok-sok közösség alakul, közben munkatársként is voltam, nem egy, de nem kétszer, bele csöppentem a fúzió, ami lelkivezető, és akkor ott ugye a váltás, majd városból egy faluba, első plébánosi helyen, Dél-Zalánban, a belső helyen, ahol úgy voltam, semmi munkatárs, hát most mit fogok kezdeni. És én elvállaltam egy fúziót, novemberre lelkivezetőként ott leszek. Hát mondom, ezt nem lehet visszamondani, hát vigyek még ember magammal. Hát látom, iskola igazgató, templomba jár, egyházközségi elnök, feleségi, csak már tudjuk beszélni. Kitoktatónak megparancsolom, mert még valaki nekünk még a kocsiba. És annyira megrendítette őket ezeket az emberek. Elkezdtünk találkozni. Azért mondom, hogy talán egy kis bátorítás, hogy valami is csodálatosan működik a fúziónál. Persze aztán, ahogy a negyre többen jövő találkoztunk a plébánián, mindjárt fölmerült a kérdés, hogy csinálhatta főleg az elején, nőben a plébánián. Mit csinálnak ezen is, amiket? És ahogyan úgy, meg miért ő olvas? Hol volt eddig a templom? Igazából, amivel le tudtunk győzni ezeket a kis támadásokat, az betegségből győzni. Hogy mi szeretjük egymást. Mindenképpen valahogy úgy egymást jobban. Egyik, másik, harmadik, negyedik. Úgyhogy már 200 fölé emelkedett a végszám. És amikor úgy minden szép és jó volt, akkor legjobb volt, hogy kis közösségnek. Üspörköt nagyon szeretettem, de úgy kellettem, hogy jövünk akkor a diszpozíció 30 évesen, 40 évesen, és készülök az 50 évesen már tovább. Én kurzió nélkül nem tudtam volna boldogulni. Legjobb munkatársra kurzió által kaptam, és amit az egész közösségért tudtunk tenni, az a kurziónak a nagykolozsai piacon már ilyen hírek is jártak, hogy megsehen már a pap irányítottam. Ezt gondosan mondták, de igaz volt abban az értelemben, hogy nem a pap, hanem a közösség. Próbálta, kicsit készkelben a falut, és látszik. Én mostanában elkerültem, de most is lejöttem, hogy minden 80 jöttek Becsehelyről. Aminek örülök, hogy gyönyörűen tovább mindent. Számomra ez a legnagyobb öröm, hogy Jézushoz kötődünk. Ő a legfontosabb. És egymástól sem szabadunk el, mert ugyanazon az úton járunk, csak máshol. Nekem most újabb feladatom.